A Brassói Együttes győzött hétfőn este a Népkerti Jégcsarnokban és bejutott az Erste Liga Jégkorong bajnokság elődöntőjébe. A találkozón a jegesmedvék szereztek vezetést, de az erdélyi rivális megfordította az állást, és nagy küzdelemben 2-1-re megnyerte a találkozót. Így eldőlt az is, hogy 4-2-es összesítéssel ők jutottak tovább. A DVTK számára így befejeződött a szezon. A kiegyenlített játékot hozó gól nélküli első harmad után a középső periódus elején egy emberelőnyös helyzet hozta el a mérkőzés első találatát, a végig jól játszó Simon Szatmári volt eredményes. Maradva még a második harmadban a végjátékhoz érve, szintén egy emberelőny során változott az állás, a létszámelőnyös játékban ezúttal viszont a vendégek voltak eredményesek, 1-1. Komoly téttel bírt a folytatás, ugyanis a párharcban maradáshoz a pirosmezes házigazdának mindenképpen győznie kellett. De a záró 20 perc során csak egy vendég gól esett. Egyenlő létszámnál a kapusról kipattanó korongra elsőként Van Wormer csapott le, és második gólját szerezve megfordította az állást, és mint kiderült, kialakította a végeredményt is. A Korona Brassó együttese újabb győzelmével összesítésben 4-2-re lezárta a párharcot, és tovább lépett a legjobb négy közé. A DVTK jegesmedvék pedig nem jutottak tovább, számukra véget ért a szezon. A nagyiramú igazi rájátszás mérkőzést önök teljes egészében megtekinthetik 19:25-től felvételről a Miskolc televízióban.